A Kölcsei mentőállomás kialakítása több mint 100 millió forintba került. A beruházás az Országos Mentőszolgálat nagy projektjének része, amelynek keretében országszerte 22 új mentőállomást létesítettek. A megyében az egyiket Tiszaadonyban, a másikat pedig itt Kölcsén. Összességében a két mentőállomáson két-két új autó, teljesen új autó indul el, új felszereléssel, nagyjából új dolgozókkal, összesen 30 új dolgozó munkahelyet teremtettünk gyakorlatilag ezzel a két mentőállomáson. A kölcsei fejlesztés 21 településen több mint 12.500 lakost érint, és tehermentesíti a területet eddig ellátó Mátészalkai, Vásárosnaményi és Fehérgyarmati mentőállomásokat. Még annak idején a parlamentben 2010 előtt interpelláltam, hogy bár a akkori kormányprogram előírta, hogy 15 percen belül érkezzen ki a mentő, de itt a határ mentén Kölcse és a Tiszaáti térségben, valamint a Beregi öblözetben, Tiszaadony és térségében sajnos képtelenség volt Vásárosnaményból és Fehérgyalmatból kiérni 15 perc alatt. És nagyon örülök annak, hogy most egy olyan eseményen lehetünk jelen, ahol a 22, az országban megvalósuló 22 új mentőállomás közül kettő ebben a megyében, és kettő ebben a választókörzetben valósul meg, olyan térségekben, ami korábban Fehérfolt volt, hiszen életeket ment, az emberek sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hogyha mentőállomás van a elérhető közelségben. Az OMSZ fejlesztésével jelentősen javul a sürgősségi betegellátás biztonsága a megyében.